Cristiano, I don't think I've ever heard a former player come back and get such a good reception. Was that quite emotional for you at the start? It was unbelievable. It was an emotional moment for me, for the both games. Especially tonight, it was unbelievable. I don't have words to explain what I feel. I just have one word to say, it's unbelievable. Did it make it hard to play against Manchester United after the way the fans behaved? What the supporters do it with me make me feel shy, because in my opinion, in the both games, I didn't play like I play all the time, a good level. Kerek Márton, támadó projektmenedzser vagyok a magyarországi németek általános művelődési központjában. Jó napot kívánok! Kicsoda? Valik a busz megállóval? Igen, ismerlek, mi mindenki baján. Micsoda? Adjak a szeremlei csapatnak pénzt a támokból? A támokból Kerek FC-t szponzorálja, nem a csapatodat. Érts már meg, hogy egyetlen forintot sem adok. Nem, Palika, nem érdekel, hogy edzőnek akarjátok a Pintér Attilát. Leszorom, érted? Akkor sem adnék pénzt, ha Mourinho lenne a szerelme edzője. Micsoda? Hogy elhozod a kollégiumba a fási mulatot? Hát egy komplet idióta vagy, hagyj engem békén, húzz el az ötleteid, de a büdös b***ba. Szállj le róla, mert ledaráltatlak kutyakajának, te idióta. Annyi eszed van, mint egy sajtresze ülnek kisfiam, értsd már meg! Csókolom, Melánia néni. Segítenél magyarázni a matekot? Nem értem, hogy mennyi 9×9. Szia, André, te vagy már 300-dik, de ülj le, segítnek, jó? Viszont. Figyelj, de ez nagyon egyszerű, ezt te is meg tudnád csinálni, de segítek. Jó, köszönöm. Veszel 2 háromszöget, és a háromszög területét megszorzod 2-vel, ezek után még elosztod 4-gyel, hozzáadsz 6-ot, utána gyököt vonsz, és négyzetre emelsz. És hogyha ez mind megvan, akkor kijött az eredmény. Érted? Persze. Jól van. Köszönöm. De hogyha nem értenéd, akkor beszéld meg holnap a tanároddal, biztosan tud neked majd segíteni, jó? Jó. Köszönöm. Jó? Csokolom. De amúgy sincs nekem erre időm, komolyan annyit kell korepetálni. Jó éjszakát! Maci, jó éjszakát, mindig a cuccaival, komolyan mondom. Hát ezt nem hiszem el. Gyógytál? Innak kell a gyógytál. Jelzik az áram, Fanni, vagy az Olyan. Na, figyelj csak! Két húsok beszélni, akkor kérjük. Nézést kérjük. Na, akkor most elmondom, hogy aztán mindenki ment a bolgára. Na, akkor most hétvége lesz beszállásolás. Megkérnék mindenkit, hogy tényleg pakoljatok most a szobába, hogy rendesen, úgyhogy rendesen legyen, mert múltkor is megemlítették, hogy ez így nem fog menni. Aztán valakinek egyéb kérdése? Hát, ezt én fölírom nektek, aztán majd megkapjátok, mint múltkor is. Egyéb? Bolibá, borotva nem létezik. Eszemtelen, majd bezzeg az én időm.
újság? Hogy tetszik lenni? Jaj, hát mind a hárman nagyon jól vagyunk. Tegnap voltunk ultrahangon, és hát azt mondta a doktor bácsi, hogy Marcika lesz. De nem azért, mert a főnökömet is Marcinak hívják, hanem én ezt már régóta kitaláltam, és az Olikának is nagyon tetszik. Veletek mi újság? Meséljetek már valamit. Jaj, Judit néni, úgy hiányzik nekünk. Ti is nagyon hiányoztok. Annyira rossz, ha otthon egyedül, semmi hangzavar, semmi csípogás. Éppen most voltam vásárolni a Takkóba, vettem pár dolgot. Magamnak ugye, meg a kis Marcikának cukirucikat, nézzétek meg! Milyen cukiruci vagyok! Csak már nem fér el a szekrénybe sajnos, úgyhogy de nem baj, mert a Zoli majd csinál újakat. És Judit néni, a kis ágyat megvették már? Venni? Bernike, hát a Zolika már rég megcsinálta. Ja, meg képzeljétek el, hogy csinált szép új polcokat a nappaliba, hogy elférjen az összes Joy meg Cosmo magazinom. Na de most már megyek, mert nagyon sokat kell pihennem. Vigyázzatok magatokra, ügyesek legyetek az iskolába, majd találkozunk, jó? Puszi! Ja, és a Mikulás ünnepségre eljövök, de csak meghívóval. Na puszi, Csajci! Csakalom! Hol a Geri? Hol a Ginál Gergő? Jó, értünk szóval. Nem tudom, hol van. 5 perce még ott láttam. Nem értitek, mit kérdeztem? Nem tudom. Halló? Mi? Hogy hol vagy? A 202-es szobában? Mit keresel te ott? Talán meg akarsz dugni valakit? Nem? Akkor gyere le, de k***a gyorsan! Örülj neki, hogy ma nem csúnyán beszélős napot tartok, különben bőgnél egész este, mint az állogos malac. Jó ét! Láttad a tegnapi meccset? Rá, szóval a csékek is jobb náluk, szóval focin. Mit beszélsz? Nem elég, hogy takarodó után itt kint kóbászolsz, még ilyen hülyeségeket is mondasz? 3 év kimenő megvonás, értetted? Na húzzál a szobádba és jegyezd meg! Ala Madrid! Kovács Anna vagy, ugye? Nem, Gyönyi, Lilla vagyok. Oh, ja. Igen, mit szeretném? A hotkulcsomat szeretném elkérni, mert ott hagytam a kulcsomat. A szekrény kulcsomat, hotkulcsomat. Hol is laksz? 109, 110. 110. Menjél kicsikém, majd felviszem a szobát ellenőrzéskor, jó? Jó, oké. Szia-szia, szia-szia. Nincs mit kicsikém, szia-szia.
pofolom. Adom. Itt a kulcs. Köszönöm. Kákonyeret. Szilóban. Szilóban. Kovács Anna, te vagy az, ugye? Gyöngyi néni. Én a Lilla vagyok. Ójjá, kicsikém. Kovács Lilla. És a Cséká? Cséká? Cséká volt? Gyöngyi néni, itt vagyok? Ja, Cséká, itt vagy Cséká. Gyöngyi néni, olyan hideg van, nincs fűtés. Ugye? Hűvi van. Szólok holnap a főninek. Na, jó éjszakát! Jó éjszakát! Szia. Kriptagent elvittem, ott Kriptagen jól van? A fürdőben. Megnézem. Jenny, itt vagy? Itt vagyok, Gyöngyi néni. Oké. Jó éjszakát. Szia. Jó éjszakát. Semmi baj, felírtam. De jó, köszönöm, segítség. Igazán nincs mi. December 16-án. Várjál, gyors felírom. Írjad. December 16. Köszönöm szépen. Jaj, Otikám. Itt nálad mindig olyan szép a könyvtár. Ó, hallottam, kaptál új könyveket? Igen. Hát tudod, addig könyörögtem a Marcinak, amíg meg nem engedte, hogy vegyek új könyveket. Mert hát a diákok is olyan szívesen olvasnak, és annyi új és modern könyvet rendeltem. Van valami jó nekem? Persze, mindjárt. Várjál, keresek neked valamit. Ez a szürke 50 árnyalata. Még sosem hallottam róla. Ez egy nagyon jó könyv. Olvasd benne. Oké. Na de, Otti! Hát Kornikám, hát nem mondj már ilyeneket, hát haladni kell a korral. Tudod, amikor éjjel az ors helyettem járkál, akkor én mindig bemutatkozok a szobába. És ezt
mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny, be good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 Go, Johnny, be good. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. With my best to the rest of the people of the